Sziasztok, sziasztok, Neudodó vagyok, hello, hello. Fortnite-ozni fogunk, és így mindenkinek jó éjszakát kívánok. Jó estét, legyen béke meg minden. Nem is szaporítom szerintem a szót, essünk neki, úgyhogy be is adom a képet. Hali, hali, szia, szia, Mr. Szalai van velem egyenlőre. Hello, hello. Aztán majd, hogyha valaki akar, akkor csatlakozik. Igazából meg tudjuk oldani. Hello, és hello. Hello, hello. Na, vágjunk is bele. Éredisztem. Megyünk duózni. Minden jó legyen. Hogy telt a napot, kedves Szalai? Jó volt. Egész jó volt. Végre, hát nagyjából most már kezdem befejezni a beadandót. Csá Noel, hello, hello. És utána meg, hát erpésztem. Na, helyes, helyes. Akkor viszonylag nyugodt napod volt. Történt ma. Akkor viszonylag nyugodt napod volt. Igen, igen. Nekem is viszonylag nyugodt napom volt, egy darab ilyen kiugrásom volt. Mennem, el kellett vinnem nyári gumikra kicserélni az autóm kerekét. Ó, igen. Nálam is hamarosan jön. 12:30-ra volt időpontom. Hát én balga benéztem és odaértem délre. Ezzel még nem is lett volna gond, mert én voltam a fasz. De hogy közölték, hogy hát ott az a merci, az bemegy, aztán utána én jövök. Hát nem szarodok, a mercin 53 perc alatt cseréltek kereket. Az hogy lehetséges? Nem tudom. Menjünk oda, mert ott van quest. Hello, Noel. Hát ez egy ilyen nap. Menjünk Amo oda. Amo boxot kell nyitni 3. Nekem nincs olyanom. Nekem valami barikádot kell. Ja, de nekem nem ott kell. Mindegy. Ha nem ugyanazok a napig üldik, vagy? Nem. Nekem spriccelni kell, meg vennem kell két izétől a szolgáltatást. Az is lesz ott szerintem. Na majd meglátjuk. Meg upgrade-elnem kell a izé shotgunt, a long range shotgunt egyszer. Long range, ez az új, ami most igen, van? Igen, igen, igen. Jó. Akkor rögtön kettőt csinálsz meg, mert az ugye szervizt is használsz, ha jó sejt. Hát remélem, hogy annak számít. Csak kell szereznem egy long range shotgunt. Hát most fassa magába a játék, én úgy vettem észre. Néha van ilyen amúgy, Noel, hát most erre azt tudom mondani, hogy engem se sokan néznek, de ne azért csináld. Élvezd, hogy sót csinálsz, és akkor majd egyszer eljön a pillanat. És csak van egy ilyen eszköz. Megyek, futok. Nem, meg találtam ilyen nagy ládát. Vagy ilyen nagy is pajzsot, tudod. El tudok tenni. Ott a, hát a... De engem már lőnek is. Ezt mondom én. Aha. Aha, jönnek át. Ah, csak ez... Hol vannak? Voltam. Jó, és hol a másik? Nem tudom. Hallom a lépteit. Én fönt vagyok a tetőn, azt hiszem. Aha. Ah, ez a kocsi mögött. Van mind a kettő. Elhaláloztak. Az úr 2022. évében. Hát bátrak voltak, hogy egy szürke fegyverrel így. Ők úgy voltak valahogy harcolni jöttek, nem menekülni. Nem egy rossz hozzáállás. Nem. Én még találom egy... Megvan. Nyisd ki. Jó, vannak üldik. Hol van?
Van, nem tudom hol vannak. Hány oldalról lőnek minket? Őszintén. Egy ott van fenn. Itt volt az emberünk pedig. Most jönnek rá, lépcsünk. Ás az ott volt, ott. Arra ment. Csáf. Hello, hello. Jössz Froston? Lassan? Hát, az eltűnt. Hát úgy látszik, hogy... Akkor menjünk be a körbe. Lehet, hogy úgy volt... Ott futa! Megijed! Hogy tudtam háromszor mellé lőni? Sandra 6000. Sandra? Sandra. Eléggé gyászosan állunk, lövedékileg. Már izéből, ebből a nagy lövedékből. Hát, na. Neked sincs, ugye? Hát 5 darab. Hát igen, akkor már kettőknek együtt van 9. Ott egy láda. Kell ért. Pörög a forti, persze. Fortnite. Fortnite. Hát igazából, figyelj, folyamatosak a fejlesztések benne, mindig kitalálnak valami újat. Úgyhogy igazából van benne content. És amúgy meg, ami nagyon fontos, hogy nem annyira realisztikus, ami nagyon fontos mostanában. Elfogyott a lőszerem. Akkor menjünk rá. Meghalt. Meghalt? Szerintem nem. Meghalt. Nem, mozog. Nem is nem. Apukám. Lefejeltem. Most nem örül. Engem kéne egy upgrade station. Az a helyzet, hogy nagyon jó ez az... Ez a sniper, de le kell raknom, mert nincs hozzá lőszerem. Tehát így igazándiból lehet... Itt van lőszeres láda, nézd.
Kettő is. Egy volt. Bocsánat, kinyitottam, de egy volt, csak a másikat kinyitották. De nem volt benne snipalőszer. Mindegy, igazán leraktam, mert átcseréltem egy Assault Rifle-re. Azt ott meg kéne nézni. Mindig sok. Buy Service Foam karakter, lehet, hogy a Station az nem számít annak. Akkor vagy olyat tudsz csinálni, hogy ilyen NPC-től vásárolsz valami. Ja, az lesz. Vagy gyere ide, ide megyünk egy ilyen automatához. És itt te. Itt vegyél valami? Nem élj levegőt, mi más? Ja, hogy 20. Jó lesz a 20-as is. Hát majd tudod, ezek a játék végén frissülnek, nem? Nem adtam el? Meg valami barikádot kell amúgy elpusztítanom itt amúgy, de nem hát tudom. Hát bele kéne szállni egy olyan autóba, ami tud ilyet, tudod, az a... ezeket. Vagy hát is szétkézzel. Aha. Barikád. Három. Négy. Öt. És csak itt a izé, ide. Micsodám? Nem olyan shotgun-t kell alakítani? De van már, csak alakító kell. Mentem, az is kell. Megvan a 10, mehetünk. Ülnek ránk. Üdvözlöm őket. És hogyha itt venné valamit? Ott is veszek, megnézzük. Kegyetlen sok, nem lesz. Nem kell semmi. És nincsen izé? Itt a alakító, gyere csak! Itt van az alakító hátul. Gyorsan, már jön a köröm. Bassza meg, várjál! Szorultam, áááá, szia Szandi! Szevasz, hát elem, hello, hello! Fú, ezt megúsztuk, bocsánat srácok! Jönnek meg a... mond. Már nem. László. László. Beadta a kulcsot. Jó, minél healt kell szereznünk. Hát ilyen üzém van, sprém van, axe dezodorom. Ja, azt hát azt oda dobhatnád. Igen. Most meg. Ennyi volt. Ezek az assistok, hol eldobtad az axe-ot? Nem még, itt van nálam. Gyere, hol vagy? Tudom rád fújni, hogy nem gondolom. Fújja, aaaah, ez az. Epic cucca van. Snipa vagy mi ez? Aha, azt vigyed, ha úgy van, mert az jó. Nem töltött fel a pajzsodat? Lehet csak későn izéltem. Ja, teljesen van, bocsánat. 25 másodperc, mennünk kéne teljesen. Na,
ami nagyobb probléma, hogy most már tényleg semmi, ezért nincsen supply mentem. Hát, nálam van 4 darab ilyen pajzs töltő. Az is valami. El tudom felezni. Szedek gombát. Szedjél gombát. Pajzs töltőnek az is jó amúgy. Az mi az? Egy hal? Az egy hal? Az egy hal. Ez jó lesz. Már is van HP és pajzstöltő. Na, de jónak lehet örülni. Hát, ebben játék. Szia Szandi, hogy vagytok srácok? Hogy telt a napotok? Meséljetek valamit. Szerbusz Szandla. Meg Froston, ha van kedved, csatlakozzál nyugodtan. Ott egy jetpack. Ó, itt van a player mellett. Voltak. Szerintem belőttek minket. Oké. Jó van. Csak terő körünk, hogy őszinte legyek. Ott vannak a bokorba. Töltök HP-t, jó? Vagy ilyen pajzsot, gyere! Jó, egy megölve. Messzire nem lőd el a sniper, nézd. Egy fönn van a hajón is. Egy snipa lőszerem van. Leugrott. Na, és kaptál valami jó jegyet, Szandi? Nincs semmi HP töltőd amúgy. Szalai, ne! Itt vagy. Nincs semmi HP töltőd amúgy. Hallotok, srácok, ti? Thank you.
Mi... Nincs nagyon fedezék. Vagy, jó, hogy lementél oda. Jó, én, nekem végem. Was a squad that readied up. Stop it's up, that's each other day, what's up? Their hopes were high for a win that. Na akkor jössz Froston kül. Ah, nem tudom, hogy barátok vagyunk-e, de gyere be a Gamescóba. Hát, ha lett volna HP-m, akkor talán be is húzzuk, de nem volt több. Szép napokat. Hello, hello. Az a helyzet, hogy nálam update van, ami most ért véget ebbe a pillanatba. Na, akkor jó. Addig nézegetem a battle passomat, hogy mit tudok belőle kiváltani. Nyolcat kell még kiváltani. Hát akkor menjünk a hármasokkal. Nyertünk? Nem. Jó, gyere rohadjon meg. Majdnem. Elmenté. Nem tudom, mit csinál a gépen, most nem a gondol egyet, ezt újraindul. Ne fasza. Nem tudom, most már végére ja, kell. Hogy te úgy valami bot játszott helyetted akkor. Hát én kirepültem a játékból, tehát konkrétan újraindult a gépem. Először a Discord halt meg, és utána meg hát ugye az egész úgy, ahogy volt. Érdekes volt. Oda elvileg tudsz inválni amúgy majd. Nyomjátok, szerintem én nem megyek még egyet, mert ez beszámíthatatlan mostanában, úgy látom. 2-3 óra aktív használat jó. Után vagy túl melegszik, vagy nem tudok rájönni, mi baja van, de már kell vinnem, ezt meg kell szereltetnem, valamit csinálni kell vele. Elére csinál. Na mindegy, jó játékot nekem. Hello, hello, szia. Csöcsö. Szia, ciao. Hát Szandi, a mikrofon az csak gomnyomásra kapcsol be, tehát nem csak úgy gyakorlatilag így mindennel. Meghívtalak amúgy. Igen. Igen. Az jó. Az nem jó, vagy nem is jó is lehet, de nem jó. Aha, most kaptam ívet. Na, neked meg ilyen mosolygós arcod van. Ez ilyen marshmallowsként. Szia Zolex, hello, hello. Igen, nézem, hogy milyen questeket adod be. Ilyen nőstény ördögöt van nekem, nagy mél. A játékba izéd le, mutod le magad. Oksi. Egy darab season questet kell csinálnom. Ez hogy lehet? Season? Aha. Use the repair torch to fix a vehicle. Nem tudom, mi ez a repair torch.
Úgyhogy ezt majd meg kell oldani. Elvileg most jónak kéne lennie. Igen, most nem hallak. Jó, hát ez majd, akkor ez majd csinálódik. A legfontosabb, hogy ezt kell akkor nekem csinálni. Jó. Én redisztem. Azt nézd meg, hogy biztos, hogy úgy olyan duosz, hogy nem építős. Nem, hát, jó. Mit tudjam, én a szóka nézni. Ezer éve nem játszottam vele. Te vagy a party leader, úgyhogy állítsd át a módot. Nem tudom miért, mert pedig én hívtalak meg. Hogy vagy Zolex? Hello, hello. Állítsd át a játékmódot, ott a duosznál, ahol van ott a Zero Build a duoszra. Átraktam. Nagyon jó, és akkor tudom redízni, és akkor te is tudsz redízni. Azért vagyok ezzel, mert nem tudom, hogy van egy küldetés sorozat, amit nem tudom, hogy ezzel a csajjal lehet csak csinálni, vagy nem. Ez mi a skin függő? Hát nem tudom, van ez a quest, ez a Omnisword, aminél a csaj neve van, és akkor ilyen kártyákat kell gyűjteni nekem, már csak a Kondo Canyonból kell, meg a Camp Candleből kell kártya. Aha. Úgyhogy most jó lenne, ha oda mennénk egyik vagy a másik helyre. Ha nekem aztán olyan mindegy. Aha. Szerintem a Kondo Canyon az jó lesz, az kellően messze van. Legfeljebb mi bajunk lett, legfeljebb mell... Na, mit dolgozol, Zolex? Hogy kell ebbe szarba táncolni? B betű. És valóban. Görögök a falóban. Milyen volt ma a melód? Ide akarsz ugrani? Aha, oda a rózsaszínre. Jó van. Nem tudom, hogy jönnek-e. Biztos, amúgy. Ha jönnek, megöljük őket. Se baj. Nekem kéne valami kártyákat keresnem itt. Remélem sikerül, hanem akkor majd visszajövünk. Szerintem jön pár csapat ide amúgy. Jó van. Hogy látom. Hát ölnünk kell akkor. Egyértelmű. Remélem kellően nagy szintű vagy. Én? Na mitől lennék már nagy szintű? Ha te nagy szintű vagy, akkor berakod nagy szintűek ellen. Á, biztos, hogy nem vagyok. Jó, van már legalább izém egy fegyverem. Egy fegyverem nekem is van, de ez csak egy gagyi. Jó az. Nem jó, mert sniper. Itt van valaki. Na de hol? Ennyi. Verde agyon. Úgyhogy. Kártyát ott kéne találnom, de elég nagy ez a hely. Micsoda? Kártyát. És az hogy néz ki? Kártya. Itt van pajzstöltő, gyere. Megyek. Fönn az emeleten. Jöjj. Na, ezt spricceltelek. Hát töltöttem a pajzsodon egy kicsit. Azok a NPC-k, az nem kéne nekünk most így.
van egy snipa. Ez van nekem. Neked ez nem kell? Nekem nem. Valahol. Ja, van ilyen hős snipám. Hol lehet a kártya? Itt van egy tank. Felveszik előled a kártyát? Nem lehet, olyan mindenkinek nincs. Saját kártyája van. Nem tudom, hogy ezek barátok vagy? Miért itt van olyan? Van barátom PC. Szerintem ezek nem azok. Eddig nem vizétek ránk. Eddig nem agróztak ránk, úgyhogy lehet, hogy jók vagyunk. Megvan a kártya. Nem tudom, hogy innen kell csak egy. Vagy úgy értem, hogy... Kezdjünk el mozogni a kör felé? Hát nekem most nem kell még szerintem. Vagy neked még nem kell olyan a kártya kell még. De mennyi? Még egy. Hoppá, ott van. Megvan az utolsó is, aztán mozoghatunk. Ott van az utcsó. Jó van. Ilyen rakétavető nem kell nekem? Nem szoktam vele játszani. Ó, hát figyelj, minket is kiszednek amúgy. Na, az jó, és merre csináljátok ezt a padlófűtést amúgy? Pest környéke. A világ másik vége. Van autó, menjünk autóval. Az igen. Sőt, hazajössz. Hát... Ja, ebbe mehetünk a... Úbegagyi. ...körbe. Az egész játék ilyen... Iha. De ebben legalább nem halhatunk meg. Vagy legalábbis úgy gondolom. Hú, ott egy epic chest amúgy. Te mindig üvölt a zene? Ah. Hát ez nem jött össze. Nem. Pedig megpróbáltam. Jó. Külhon. Mindenki olyan messze van. Pesti vállalkozó nagyon ritkán van. Aki azt mondja, ah, Pesten dolgozom. Elég érdekesen közlekedik ez az autó. Én nem tudom, hogy 35-tel képes menni. Tehát, hogy így... Na végre. Lőnek szem. Ott van egy ember, ott van. Jó, van, innen gyalog megyünk. Előttünk vannak oda. Igen, és ezt miért nem lövöm el amúgy? Úristen, futnom kell. Várjál meg, várjál meg! Hát gyere, mert itt lőnek szembe.
Egy ember néz. Nagyon jó. De itt is van lootok el valami. Hát igazából heal. Rosszul lesz heal-lel? Hát ugyanúgy mint te. Hát a kör. Ott egy láda. Van ilyen bandás fönn. Gyere, itt van egy hő sniper kell. Nem. Heavy sniperem van, de alig van benne lőszer. De a heavy sniper AR, úgyhogy más lőszer kell bele. És izé vagy a... és hőlátásos izéje van. Szóval felmeheted mellé. Ott van bent a izé alatt. AR lőszer való bele. Fasa. Meg kell kerülnünk ezt a hál... ezt a... várost. Ha bemegyünk, meghalunk. Miért? Hát mert mindenki... gyere be nyugodtan. Szandi. Hát de... biztos vannak... amelyik láttam rohanni embert külön. HP-töltő spray, ha érdekel. Bazd meg ott a loot. Ez nem jó. Ó, majdnem meghaltam, genya. Baszom. Pussál. Szia, Sandi. Hello, hello. Hogy vagy? Előtt vagyok. Meg kell csinálnom két prezentációt, egy kis filmet. Az nem jó. Vagy jó? És például fél éve csinálom. Nem kaptam meg még mindig a zenét, azt a már nem mondta, hogy de a zenéket már megnéztük, hogy mi lesz, hogy lesz, mondom. Én nem kaptam zenét, szóval nem tudom bevágni alá. Én mindig várok. Mennyi ússze, mert neki is futnia kell. Azt látom. Hát nézzél valami no-con, valami ezért no copyright-os zenét, az kész. Azon nincs be copyright vagy nem copyright, a szolgálatóra kell. Mert rakok neki olyan zenét, hogy ketté áll a fék, no copyright-on. Ő NPC-k. Hát vigyázzá. Ezt most adjuk. De azt mondom, hogy egy... ja, hogy az automat rám támad. Igen, azért, hogy jó legyen. Remélem, a csávot is megtámadja ki mögöttünk. Mindenkit megtámadnak. Gyerünk föl a dombra, át a dombtetőn, és akkor biztonságban leszünk. De milyen messzire tudnak lőni ezek? Ott láttál embert, vagy menjünk oda? Ja. Oké. Okay. Kilőttek? Hát engem ki? Nem is kicsit, véglegesen is. Jé, mindenhonnan lőnek. Hova lett? Ez hova lett? Az hova lett? Ott fröccsög, nem. Csodálatos.
Szép. Ez. Szerintem nem lesz pajzsom. Lesz pajzsom egy picike. Na hát ennyi. Jólók voltak mindannyian. Persze. Kocson a hátán. Hát csak, akkor csak nyerni lehetett. Jó, hát ready up. Ja, már kilépte a lobbiba? Ja, már véletlen. Jó van, az a lényeg, hogy jó volt. És maradok tovább szerintem amúgy Froston egy-két körni, még max 2. Ja, hát én is terveztem. Mert ugye jön haza a feleségem, aztán fekszünk, mert holnap is munka van. Csak addig játszok, amíg haza nem ér. Jó van. Mi a frak? Jó, hát akkor ready. Jössz, Szandi? Ja, persze, hívd meg. Hát... Én? Nem, én. Na, akkor viszont állítsd át, légy Frostanizére, Triószra. Pillanat. Nekem még a Camp Candle-ba kell mennem amúgy. Remélem oda-vissza. Cuccunk. Egy jó, hogy van a kucsokkal járosztás, nem most úgy szorotam. 5 kilós kutya 85 grammot kaphat, akkor a 85-et elosztom össze, és azt megszorozom 3. Elég átraktam. Akkor edészhetünk azt, amilyen skined van. Hú, ez ilyen más a izéből? Vagy ez milyen karakter? Nem tudom, hát 1000 éve játszottam, akkor én is vettem be a tulpesztéket, aztán szerintem ez volt az egyik benne. Mm. De hát, hogy ki ez, mi ez, mit tud? Én neked sajnálom, nem tudom. Se tudom, mi a neve. The Prize Owner. Valami rob, vagy nem tudom mi ez. Van ilyen Leech King-es. Éppen néztem videókat, hogy gyerekek vettek mi ennek a neve, ennek a V-betűsnek. V-bakkot? V-bakkot a szülő tudta nélkül, és mekkora botrányok voltak belőle. Hát, hogy tud venni a gyerek? Úgy, hogy, tehát érted, a bankkártya adataidat nem adod meg a gyereknek. Igen, tehát, hogy ez egy valós probléma. Igen, erről megéri beszélni, de ez a teljesen a szülő hibája, hogyha a bankkártya adatait elérhetővé teszi a gyereknek. Ennyi. Nézd, hogy Jézusom, mekkora összegekről van szó. Micsoda? Nézd, hogy mekkora összegekről van szó. Na, mekkoráról? Hát volt ilyen 1-2 millió magyar forintba számítva. Ide menjünk. Aha. Ezt egy gyerek? Aha. Hát gondold el, hogy milyen apuka lehet az, akinek így a számlájáról gond nélkül le tud a gyerek 1 milliót emelni. Meg nem tudom, volt egy ilyen telefonos játék, aztán pont ilyen szonikos volt. És be voltam tudatosan jelenlépve a jogba, és a gyerek ugye 6 éves volt, az csak vásárolgatta azokat az ízéket. Hát persze, hát ő még mit tudja az, hogy ez mit jelent. Azt se tudja, hogy az pénzbe kerül. Egyszer én is elkövettem amúgy a hibát. A vendégségben volt itt nálunk egy gyerek, és gyakorlatilag odaadtam neki a telefonomat, hagyj játszon. Azt elfelejtettem, hogy benn volt állítva ugye a kártyám, mert eddig csak az én kezemben volt a telefon, az vett egy játékot. Jó, nem volt egy hatalmas nagy játék amúgy. Na, meg is van amúgy a kártyám. De hát akkor is, tehát onnantól kezdve PIN kódot tettem rá. Nyilván ez megfelelően lehet védeni, mindenki egyszer esik bele ebbe a csapdába, úgymond. De az durva, hogy apuci nem vette észre, mert hogy gyakorlatilag 1 millió hiányzik a számlájáról.
Az a jó a magyar rendszerben. Yeah. Frici, köszönöm szépen, hello, hello. Jó napot kívánok. Van valahol valami cucc. Remélem már jobban vagy. Én már lőnek is. Az is volt benne, hogy így 3 hónaposból annak így odaadták a tabletet. A tablet össze volt kötve az autóval. És... után... $10,000 megvette azt, hogy az autó vezesse magát. Hát... Itt van egy csávó. Hol? Tehol én vagyok. De lövik. Megyek. Láttam. Most már lehet engem lőnek. Középső. Jó, hát ez knokkolva. Azért vannak páran amúgy. Húsunk rájuk, kemények vagyunk. Kivett. Azaz. Kőszert kerítettem. Várjatok, gyertek, álljatok ide. És spriccen, spricce, spricce. Körön belül vagyunk, minden frankó. Ezek az áfonyák amúgy töltik a, a pajzsot, hogyha leszeded őket. Nem már szedtem olyat. Ott van. Itt ez. Ja, ezek a földön. Ez. Ha. Megeszed, akkor tölti a pajzsodat. Hihihi! Oh, jó! Hirtem, megettem az embert, láttam. Nem, nem. 6. hónap, Frici. 6. hónap. Köszönöm szépen. Az már almából is sok, meg palacsintából. Remélem, hamarosan láthatom a streamjeidet, mert most már azért hiányzik. Mi van Fricivel? Beteg volt. Ja. Nem streamelt. Palisztál. Még ilyet is szoktál csinálni? Palizott. Szevasz, Fanni. Frici palizik. Hát, figyelj, ez egy liberális köztársaság. Oda te lövöldözöl? Nem lövöldözök, hanem ütögetem a falat. Ja. Itt egy kék snipa kell valakinek? Akkor elvettem. Nincs is normális gépfegyverem. Rájöttem. Na így jobb lesz. Nem tud téged a tető. Hát izé mögött volt a... A cucc. Pal mögött. Ja, palacsintáztan. Nálunk is itthon van. Bár a keresztgyerekeim itt vannak, és akkor... Nekik miattuk van. Itt egy legendás hal. És... úgymond... izé, egész... Én egész... Ez én azt tettem. Ott a cápa? Mhm. Hát akkor nem menjünk a vízbe. What do you want is ki? Jézusom. Kiugrik a vízből. Megölik az van itt. De lőnek is szemből.
megvan. Ráugrott a cápa is. Lehet, hogy nem kéne a vízbe menni amúgy. Megszorult az oda? Nem, én szorultam be. Hol a cápion? Benne a vízben. Jön már. Uha. Akad. Lila cápa. Lila fegyvere is volt. Igen. Az én kedvenc shotim. Vagy az én kedvenc snipám. Az ARS snipa. Van ilyen cuccokkal akár? Az most nem kell. Hát, igen, nem lehetek magammal. Mondom. Ezt meg jó, itt hagytuk. Mit? Itt volt egy lőszeres pálika. Na. Vagy hol? Merre menjünk? Hát meg kell várnunk még. Nem megyünk sehova. Itt megjük maradunk, kérlek szépen. Egy kicsit izélünk. Nem vagyok annyira pró szerintem, mert most kezdtük el, még nagyon kis szintűek ellen játszunk, tehát hogy nyilván majd később gázabb lesz, meg ez a prók nem játszanak a no building-el. De nekem bejön nagyon. Jó, mert igazából nem kell benne, tehát hogy nem olyan, mint a Warzone, hogy valós, meg mit tudom én mi, hanem tényleg játék. És ez nekem pozitív, hogy ha most egy kicsit, már mondjuk háromszor lőttem mellé a snipával, úgy tényleg megnézem, be van töltve. Nagyon gáz sniperem van amúgy. Sőt, ez nem is sniper. Én melyik snipered van? Nem tudom, valami striker, burst rifle. Az... Miért nem sniper az? Na, ezt a tartsot én nem elbontom. Autó shotgunom van még. Az jó. Na mindegy, egyiket se tudok lőni, szóval mindegy. Hát akkor már hárman vagyunk szerintem. Közben nézzem, hogy jön-e valaki. Szerintem amúgy tudná, Frici. Szerintem jó játék. Amúgy meg pont jó ezekre az estízékre. Nem jött senki Among Us-ozni. Úgyhogy most ezt tolom. Meg volt hirdetve az Among Us mára. Mik volt egy update-je? Warzone-nak nagyon-nagyon nagy a gépigénye. És hát... próbáltam, most feltettem, de nem túl realisztikus nekem. Egy kikapcsolódásra vágyom is. Erre nem jön senki a világ. Nem baj, az a jó. Az a jó, ha a kör szélén vagy, és mögött, és a mögötted lévő terület be van biztosítva, mert nem csaphatnak hátba. Jaj, csak hány jönnek majd a villaszedőd? Mivel, a Warzone-nal, vagy a izével? A Fortnite-tal? Á, a PUBG-t soha többet. Életemben nem fogom felrakni azt a szart. És a csét? A csé az már nagyon régi, és állandóan csak csalókkal játszol. Ezért kell botokkal játszani. Hát de annak meg mi értelme? Ja. Botok. Akkor is simán beszélgettem. Játszok valami single player játékon. Rakd fel az Apex-et padalon. Már azt is játszottuk, de az túl bonyolult nekem, ott ilyen skillek vannak, meg ilyen hülyeségek. Ha jó. Játszottunk fel, amúgy fönn van, szerintem. Tehát, hogy bármikor tolhatjuk is, csak... Baszki. Ki volt ez? Elfelejtettem, hogy van itt full damage. Meghaltál? Meg.
Olyan játék az éjszakban, nincs nagyon fogod. Várjál. Várjál, benyomok egy ilyen finomságot. Neked ilyen spéles rítem. Kötözgessed. PUBG-ban ez a sok kiegészítő, meg mit tudom én mi, nem tudom, hogy leegyszerűsítették el, mert én még akkor a fénykorában a izébe játszottam. Na menjünk, induljunk. Itt a, menjünk a izé felé, a vékonyabb felé, tehát ahol erre. Nem, nincs ott ennem, itt csak. Menjünk úgy a kis menü. Én még... Egy valad malac. Az megtámad. Hogyha... És gyors. Nem, el tudsz szaladni, meg ő is megijed, ha ráfogod a fegyvert, meg ilyenek. PUBG-t nagyon sokat játszottam, meg játszottam Warzone-t is. UP-ékkal, vagyis Reed-ékkel. Nem voltam benne ügyes, nem véletlenül tett megjegyzéseket amúgy Reed, hogy... És Warzone-ban úgy nem tudtál így játszani, tudod így. Nem voltam jó benne. Nagyon nem. Ő. Itt egy kék stinger. Micsoda? Ez. Nem kell. Ó, kellene. Ne menj annyira befele előre, mert... Ennyire jöttem fel csak. Jó van. Hát meg itt van egy olyan NPC, amit fel lehet bérelni. De nem kell nekünk ilyen NPC. Tudom. Felmenjünk a domb tetőre, vagy mi ez? Ja, kéne, csak ott lesznek szerintem. Itt ezen a tetőn? Biztos vagyok benne, hogy ott bujkálnak amúgy. Fel se tudok menni. Meg a hajón. De ha jó, az ott simán lehet. Jézus Maris. Itt vagyunk tök jó helyen, ez lesz a mi pozíciónk, értek? Hol? Itt. Jövök, csak közben csúszok. Legalábbis addig, amíg nem szűkül a kör. Ja nem, akkor menjünk oda Frostonhoz. Jó, csak aztán majd ezt az NPC-k kapjanak el minket. Csak nem. Egyik se jobb. A hajóra nem megyünk fel amúgy. Jó. Honnan, hogy lőhetnek onnan amúgy? Mi? Ja, most látszok, ott van valaki. Hol? Nem látom. Ott van rögtön. Jó. Honnan azt minket most nem zavar? Nem tudom, hogy NPC vagy ember. Ez itt NPC, és nem kéne vele. Ki van itt NPC? Jaja. Föl kell mennünk itt a lépcsőn, gyertek. Még nem is beestem. Beestél? Egy jönni. Fel tudsz jönni, fel, csak újra be kellett mennünk. Be kell mennünk, és akkor ott ki tudunk majd menni. Van még ott, meg kell? Nem. El kéne vinni, jó soti. Mit? Jó soti. Mennünk kell. Ugorjunk ennek a tetejéről? Nem. Itt le tudunk csúszni. Nem ugrunk már a levegőben, olyan... Izék vagyunk. Csak hatan vannak. Még lehet egy team van ellenünk, vagy kettő.
Vagy minket is beleszámol a hatba? Igen, mi, tehát hogy mi is benne vagyunk a hatba, itt vagyunk, már jó helyen vagyunk, itt nézd, ez egy fönti pozíció. Ezt a halat, ha megeszed, akkor hőlátásod lesz. Valakit ott lenne, nagyon lőttek, ott vállult. Itt vannak alattunk közvetlen. Ott. Igen. Nem tudjuk kézzel menni ellenük. És kell előtték őket. Nem. Nem tudom, hogy ők lenni. Hűha. Ott egy. Nem van. El ne szedj azt a másikat. Vigyázz, ott van valaki lent. A ketten vannak. Most kell újra töltened. Hűha, ha mivel lőnek? Jó van, egy az már, aztán olva. Ez az. Nyertünk. Ez igen, srácok, gratulálok. Most hát, még nem tudom adatni azt a kis izét. Na én még egyet jövök, srácok, és én akkor is nekem ennyi jó. Persze, hát nem, nehogy már úgy menjünk el, hogy nyertünk. Tehát azt nem szabad. Ez az rossz szó, men. Most kíváncsi vagyok még valamire, még megnézem a questeket. Elvileg ez... ja, hogy értem, tehát ez sosem lesz kész. Ez a quest, tehát hiába csinálom, 17 óra múlva kapok egy másikat. Értem. A délik megvannak. Jó, szuper. A többi meg kéne csinálnom egy Reaper toolt kéne csinálnom. Jó, mehetünk akkor. És a következő rösszfokhoz néz kint. Azaz. Ennyi. Kemény vagyok, mint a kád széle. Elviszem az angyalat. Volt, megféltem. Ez a Trace, vagy a izéből a... Hogy hívják a Overwatch-ból. Nem tudom. Valahogy úgy néz ki az is. De te neked is ingyen beszerezhető ez a hős amúgy, Szandi, ez a... Csak küldetéseket kell csinálni. Tudom, csinálom a küldetéseket folyamatosan. Ez a baj, akire gyúrok, az nagyon messze van. Szinte a fülei vannak, és rózsaszín a haja. Az igen. Ja, az az anime karakter. Az angyal, ez régen nagyon nagy szám volt ez a skin. Az angyalos? Ja. De most már nem. Most mondjátok, hova ugrunk. Nekem most nincsen semmi. Úgyhogy ha nektek kell valami, akkor csináljátok. Hát én nem is figyelem, hogy mi kell, vagy mi nem kell. Amúgy én ide ugranék valahova. Ugorhatunk oda felőle. Vagy ide. Hát, hogyha ott maradtak, oda ugorunk. Hova? Hát nekem baromira mindegy. Ami kielőttél. De melyik az ez ide? A második.
akkor... Jaja. Viszont ugri van. Jaj, most aranyom. Az biztos, milyen kakarana. Milyen jó kis lámás korona. Csoda? Lámás korona. Pada, te vagy a legnagyobb szintű, konkrétan amúgy igen. Meg. De csak ebből a battle passba, tehát hogy ez... Ez az battle pass szintet néz? Igen, ezek itt battle pass szintek. A izé szinted az máshol van. Ez kint mutatja a valós szintedet. Na, essünk neki és lootoljunk. De leesett egy másik ember is, az biztos. Akkor még jobban kell lootolnunk. Itt szaladgál. Hol kapjuk el? Megölt. Ez nagyon pró. Most. Igen. Ezek többen is vannak. Áh. Ez gyorsan esik. Ők is koronások. Hát ez keresztűzbe kerültünk. Ja nem. Hát de lehet. Nem, mert igazából azt hittem rá, hogy... Valaki még él. Sandy, nem? Lélek. Sandy, az előbb nem is így néztél ki? Mindig vált, fiú vagy lány vált. Nem is él sok. Ő ott is van valaki. Jó, itt mindenki ideugrott, úgy látszik, itt van nagyon valami. Sokan. Ez téged üldöz. Fixen téged üld. Hát még egyet kell mennünk amúgy, hát ez nem játék. Jó, hát ez milyen már, mikor... Hát ez... Azért túl meg kell titeket. Ezt el tudja venni? Persze. Na, persze. Csak olyankor minek örül? Ha mindennek. Innen is lehet redizni. Lehet ez mit ér ez? Nem, mindegy, már meg nem. Te nem jössz akkor? De megyek, csak nem rediztem. Ja, kijöttél a lobbiba? Igen. Akkor menjünk a lobbiba. Az előbb én rediztem és tévedtetek a lobbiba. Van ilyen. Nagyon jó. Holnap van pocidás tárágyúrok a taszkokra. Van ilyen macska skin, nem? Ja, redízzetek! Csak te kalasz. Nekem eddig te kellettél, te is. Én is elfelejtettem. Ez tény is való. Ha. Most ezzel a zéval megyek cicával. Hát ez úgy néz ki. Azon maradtam a cicán. Nem baj. Jó cicaként.
másfél hónap is vége a sulinak. Na, miért is? Utána vége a sulinak, akkor már. Helyen van, most kezdődött a fél év. Aznak már rég vége. Na. Hova? Oda megmondja. Nem tudom, ugorjunk oda. Meg én? Jó. Ez a denevér. Ide is jönnek. Igen. Az. Oké. Valaki már lőtt. Téged lőnek, Pada, vagy valaki? Nem, nem. Azt elcsisztem. Begyújtottam magam. Jó messze van a kör. Begyújtottam magam. Ugorj a vízbe. Szóval ez így van. Kell HP. Begyújtottam magam. Bededozodoroztam magam, nézzétek meg. Miért? Szóval itt nem kell autó. Csak felhívjuk magunkra a figyelmet egyenlőre. Voltam facizni farmon. Nem jön valaki. Lehet pacigolni? Nem, pacig. Húha. Megyek. Megöltem. Na, derék. Ó, volt egy ligája. Meghalt azonnal? Nem. Mi kell bele targetra? Target lettem. De miért? Mert valaki fölvette a Bounty izét, és ugye megjelelték. Viszont most menjünk. Mert... én. Random választ, én is adtam abban a kirobókit. És akkor ilyenkor láttak a térképen? Hát úgy, hogy először egy nagy kört, aztán ahogy közelebb érnek, egyre kisebbet. Vigyázzunk rád. Úgyis csak 6 percig tart.
Tehát te tégy a házába, te mész. Nem, én gyújtottam fel. Ja. És figyelem elterelés. Nézd, neki gyújtogat. Közel vannak. Kik? Ők. Megtartom. Ott vannak. És azok kik? Hát ők azok, akik felvették a bountyt. Menjünk feléjük, azt öljük meg őket a picsába. Hát jó. Knockolva van. Nem jó ez a sniper se. Ez mi? Rakéta. Úristen. Azaz. Hogy lőnek ezek? Én is bekszem. Én is fogok. Na, ez messze. Hát ez a Fortnite-ot is le kell törölnöm. Szevasz, Benny boy, hello, hello. Nem ismerek semmit baj. Már benne, hogy melyik fegyver, hogy lövöldözni kell. Jó van, srácok, hát na mindegy. Egy volt. Egyet legalább nyertünk. Így van. Mindennek van előnye. Elköltjük még a battle passzomat, megnézzük, hogy mit lehet venni. Még 6-ot kéne állokkolnom, de már csak drágák vannak. Ugye már nekem annyian hülye csillagom van, csak nem adottam még fel őket. Vissza végére lájöttem. Mondjuk ez kemény, ez jó lenne feloldani, de pont annyi van, és már majd legközelebb. Ahhoz viszont még előtte föl kell oldanom valamit. Hát akkor viszont feloldjuk ezt, miéne. És akkor elvileg legközelebb, még mindig nem tudom ezt. Ja, hogy a négyesről, de hát a négyesről, ja, hogy a négyesen kell mindent feloldani. El kellett volna olvasni előtte. Jó, köszönöm szépen, srácok, a játékot. És akkor majd remélem, hogy folytatjuk még. Nem tudom, mikor lesz. Holnap majd szerintem ezért szeretnék játszani. A Red Dead-et, de lehet, hogy este felé lesz majd játék. Jó van. Majd szobolok, hát majd figyeljétek a streamet, és ha jöttök, akkor lehet csatlakozni, ha van hely. Általában nem nagyon szoktam senkinek se szólni. De majd szólok akkor, ha érdekel. Ha csütörtök, akkor ráérek folyamban. Jó van. Jó éjszakát, srácok, sziasztok! Na, én még itt vagyok veletek egy kicsit, mert most csak a srácoktól köszöntem el. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, és hogy nyertünk, és tök jó játék volt. Zolex, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Visszatérve volt egy témánk, amit igazából szeretnék befejezni, hogy nyilván haladjunk a dologgal. Holnap lesz majd Red Dead. Igen. Hogy ez a szülővásárlásos dolog. Egyre felelőtlenebbek vagyunk az elektronikai cuccainkkal, és mindent beállítunk rajtuk. Erre figyeljetek, srácok, a
kiberbiztonság legalább ugyanolyan fontos, mint a rendes értékeitek védelme. Vannak mindenféle eszközök arra, hogy ezt tudjátok menedzselni. Vannak jelszókezelő alkalmazások, van mindenféle, és fontos az, hogy a legelső dolog az, hogy senkiben ne bízzatok. Mindig legyen kiskapu, amivel meg tudod úgymond, tehát limitálni tudod ezeket a dolgokat. A password managert Password manager több fajta van. Van mindenféle megoldás. Én jelenleg a One Password-öt használom, de van több fajta. A One Password fizetős, viszont nem egy hatalmas nagy dollár, érték $2.5 havonta, sőt, igazából még ennél is tud olcsóbb lenni, mert hogy ez a $2.5, ez gyakorlatilag azt hiszem egy családnak, tehát 5 embernek. 5 embernek van, nem 5 embernek $5. Úgyhogy használjátok, nagyon, nagyon, nagyon szépen megkérem. Ezt telefonra is meg lehet venni, mindenfajta telefonra, gépre is, és gyakorlatilag a two-faktort is kezeli. És ők nyilván egy biztonságos cég, nyilván nem érdemes akkor sem egy gépen tárolni a jelszavaidat, de ez kellően biztonságos ahhoz, hogy legalábbis a legfontosabb passwordjeiteket itt tároljátok. Emellett minden egyes bankkártyás hitelesítéshez állítsatok be, hogy kérjen engedélyt, amit lehet, illetve minden olyan, ami mobileszközön költenél pénzt, azt ahhoz legyen legalább biometrikus vagy PIN-kódos azonosítás, tehát soha semmit ne engedjetek úgy, hogy gyakorlatilag csak úgy rákattintással menjen, egy PIN-kódot nem nehéz beütni, hogyha gond lenne. Higgyétek el, könnyebb megszerezni az adataitokat, mint hinnétek. Amúgy. És nagyon sokan ebből élnek. Nézzétek meg a Facebookot. Végig görgetitek, hány olyan hirdetés lesz a Facebookon, hogy átbaszás. Tehát, hogy 699-ért motoros rollert lehet venni. 699 forintért, még euróért se lehet motoros rollert kapni. De nyilván megadod a bankkártya adataidat, ők levonnak 20-30 ezer forintot egyszer vagy kétszer. Ezért mondom, hogy Benny Boy mindenképpen, ha kétfaktoros azonosítás van, akkor már igazából a jelszó az majdnem mindegy, de azért nyilván legyen kellően bonyolult. Hát valószínűleg Ciprus csak használják. Tehát, hogy Cipruson keresztül ezek valószínűleg kínai, orosz, afrikai, vagy valamilyen közel-keleti országból származó hacker csoportok szedik így az adataidat. Igen, tehát nagyon fontos új lenyomat, PIN kód, bármi, tehát ne legyen csak így gomnyomásra. Odaadod a telefonodat valakinek, véletlenül rákattint és nyom. Igen, tehát addig követte a bank, de nyilván ezek egy idő után eltűnnek, de általában Ciprus, nyilván ahol nincs kiadatás, nagyon fontos, hogy olyan országon keresztül fogják majd ezt megtenni, ahol nincs kiadatás, nincs valami egyezmény, ezek nagyon rutinosak, nem szabad bedőlni bankkártyádat, csak ott add meg, ahol nagyon fontos. Én például tartok egy Revolut kártyát, amin limitált mennyiségű pénz van. Tehát ha véletlenül megszereznék az adataidat, csak azt a 40-50 ezer forintomat tudják elvenni, ami rajta van. Nyilván 40-50 ezer forint sok, de ha csak 40-50 ezer forintot tudnak leemelni a számládról, akkor boldog vagy, hogy nem mondjuk a teljes fizetésedet.
ki mennyit keres. Szóval higgyétek el, hogy jó ez. Hát igen, akinek mindig kevés van rajta, az... De higgyétek el, hogy nagyon, nagyon macerás új bankkártyát csináltatni, beállítani, és folytatni a dolgokat. Hát írom Just Chattingre már, mert nehogy megcsesszenek. Úgyhogy... Aha, hát... nem tudom, miért nem jött be a Revolut, nekem ilyen nulla ingerem van vele szemben, működik, és semmi egyéb dolog. Volt vele gond a legutóbb, amikor nem tudtam fizetni, emlékszel, Frici, de az is megoldódott. Minden fizetést bizony, tehát nem biztonságosnak ítélt, és nem mentek el a fizetések, de alapvetően most elégedett vagyok vele. Nem akarom reklámozni, mert nem tudom, hogy... tehát nem véletlenül se buzdítok senkit, hogyha használja, de mindenképpen a két bank számla. Vagy a legtöbb bank ad virtuális számlát, de azt olyan körülményes kezelni, hogy mindig, amikor be akarsz lépni, akkor amikor fizetni akarsz, akkor be kell lépned a bank, a mobilbankodban módosítanod kell a kártyalimitet, és akkor tehát macerás, és nem lehet mit csinálni. Nem tudom még milyen ilyen szolgáltatók vannak, de sokról hallottam, van egy Revolut, de amúgy Frici, miért nem jött be a Revolut? Hát persze, az is, de hát előbb-utóbb úgyis fizetned kell vele. Igen, tehát a PayPal is egy számla amúgy, tehát az is egy második bankkártya. Igen, tehát ingyen, tehát mindenképpen ingyenes. Granit Bank, vagy tehát most a Granit Bank az most nem izé, tehát valamilyen ingyenes bankszámla szolgáltatás. Én a Revolutot azért szeretem, mert lehet vele, tehát hogy az utalás, az pénz, az vásárlásnak minősül. Tehát, hogy nyilván nem vonatkoznak rá a bankadó, tehát a 3 ezrelék, meg a 6 ezrelékes elvárások, és amiatt szoktam arra utalni. De alapvetően igen, tehát nem sok pénzt tartok ott. Viszont nem egy rossz dolog amúgy, hogyha külföldre mész, mert hogy a külföldön is használható, és hozzá tudsz jutni a pénzedhez. Könnyen, minden bankkal hozzá tudsz férni, de a Revoluttal olcsóbban. Hát meg az Apple Pay-t szoktam használni. Szóval... Ott nyilván ott az Apple ad egy olyan védelmet a számláidhoz, amit nagyon kevesen adnak amúgy. Úgyhogy, hát ez van. Óvatosan, ha bárkinek tanács kell, javaslat ezzel kapcsolatban, nekem valamilyen szinten ez a szakmám, tehát hogy én ugye rendszergazda vagyok, és nekem kell a céges biztonságért felelnem. Discordon megtalál, nyugodtan gyertek fel DC-re, felkiáltójel DC, írjatok nyugodtan, lesznek majd ilyen dolgok. Holnap szeretnék majd, tudom, hogy a kollégám használ egy ingyenes jelszókezelőt, aminek a legtöbb szolgáltatása ingyen van, és bizonyos dolgokért kell csak fizetni, de azt az átlag ember nem használja. Ennek utána fogok kérdezni. Én is azt használnám, hogyha nem fizettem volna elő egy évre a OnePassword-re amúgy. De alapvetően semmi gond nincs vele. De minden tud igazából. Még olyat is tud, hogy mivel családi csomagot vettem, hogy gyakorlatilag meg tudok osztani jelszavakat a családom többi tagjával. Tehát, hogyha mondjuk van egy darab Netflix, ja, ha volt problémát, Frici, én nekem ne legyen soha. Tehát, hogy én bankkal, hát ma az Erste Bankot hívtam, csodálatos élmény volt. 22. negyedik hóban lejár a bankkártyám. Ez azt jelenti, hogy 10 nap múlva. Bocsánat, az április 30 napos szerintem, úgyhogy 10 nap múlva.
Ez azt jelenti, hogy 10 nap múlva nem fogok hozzáférni a pénzemhez. Semmilyen úton, módon, ha nem jön új kártya. Jó, szerencsés vagyok, mert a feleségemnek is van hozzá kártyája, és neki a lejárati dátuma az más. Tehát igazából ez, de ha nem lenne, akkor nem jutnék hozzá. Már hívtam őket, hogy mi a helyzet ma, mert hogy már most már 10 nap, hát azért el kéne kezdeni. Hát még kikérte magának a hölgy, hogy hát ha ma jövő héten fogjuk postázni. Hát mondom, sorry, köszi, bocs, én kérek elnézést, tehát hogy így az utolsó pillanatra hagyjátok, és ha valami elveszik a postán vagy valami, akkor nem férek hozzá a pénzemhez, csak úgy, hogyha bemegyek a bankfiókba, és egy csomó pénzért, mert a bankfiókban levételnek mindig ára van, és mindig van valami fizet, mindig van valami díja, valami nagyobb adóteher, stb. Jó, és amúgy meg... Igen, tehát korábban már kb. Abban a hónapban, vagy másfél hónappal a lejárat előtt kiküldték. És a legviccesebb az, hogy ezt utána levonják a kártyát a számládról, tehát ezt nem a bank, tehát nem azért csinálja a bank ezt, hogy spóroljanak, mert ha az ő költségük lenne, akkor ezt megérteném, hogy kicentizik, mert hogy akkor a következő is minél később járjon le. Nem, ezt utána, amint megkapod a kártyát, ezt durván levonják a számládról. Tehát nem vicc, úgymond. Tehát ezt nem ők fizetik, hanem én. És én miért nem dönthetem el? A Revolutnál konkrétan, most nem akarok, tehát tényleg Frici félene is, a Revolutnál az volt, hogy mikor kéred az új kártyát, és rákattintottam, hogy most. És kérnem. Hát igen. Hát szomorú vagyok, hogy ez idáig jutottunk, és ha nem érkezik meg a számla, ha nem érkezik meg a kártyád, akkor ők szétteszik a kezüket. Így fogják, és így, hát ennyi. Köszönjük. Nem fognak semmit csinálni. Én 100 éve lejárt, tehát 100 éve vagyok, ugyanabban a, mit tudom én, szuper nulla csomagban az Erste Banknál. Bár nem is létezik az a csomag, soha nem, tehát már nincs, nem is lehet kötni semmit. Lehet, hogy lenne jobb, bár kétlem, de nem merek váltani, mert eddig akárhányszor bármit módosítottam az Erste Banknál, vagy bárminél, akár a Telenornál, most már jettel, vagy bárhol, ott nekem mindig elkúrtak valamit, és mennem kellett a pénzemért, vagy éppen vissza se kaptam a pénzem. Tehát, hogy így például a Jettelnél, vagy most már régen Telenornál mondták azt, hogy nyugodtan válthatok tarifacsomagot, nem lesz díja. Hopp, 5000 forintos csomagváltási díj, mert éppen lefelé módosítottam, és nem fölfelé, mert hogy éppen nem volt szükségem arra, de hogy lejárt a hűségem, és én lefelé akartam módosítani. Nem lesz ilyen. Hát persze volt, és én ezt személyesen intéztem, és amikor kikértem magamnak, akkor azt mondták, hogy sorry, nincs hangfelvételem, hogy bekaphatod. Kopp le, csórikám. Úgyhogy most már minden telefonon intézek, hogy legyen hangfelvétel. Most jött be a feleségem, úgyhogy már nem sokáig maradok, de befejezzük ezt a témát. Hát igen, az Apple Pay-jel nekem csak annyi problémám van, hogy ehhez Apple kell. Tehát, hogyha most azt tudom mondani, hogy nem akarok ráállni, mert hogyha a következő generációs Apple telefon nem fog tetszeni, akkor nem fogom azt venni. Pont. A Google Pay-en meg nem vagyok annyira megelégedve amúgy. Tehát ilyen téren nem szeretnék. Jó lenne, ha lenne valami szolgáltató független hasonló dolog, amit így minden telefonra föl tudok tenni, és működik. De egyelőre még én nem tudok róla, hogy lenne ilyen. De az Apple, nekem is be van állítva az Apple Pay, de nem állítok... tehát ebben a pillanatban nincs az a dolog, hogy én mondjuk más telefont vegyek, mint Apple.
Tehát, hogy nagyon meg vagyok vele elégedve, nagyon, nagyon igazából nagyon, nagyon pozitíva csalódtam nekem. Most van az első Apple telefonom, nagyjából most már másfél éve a 12 Pro-m van, meg van egy 13-as céges telefonom, van egy iPad-em is, az nagyon fontos, viszont az iPad-nél tehát nincs alternatíva, tehát nem tudsz más tabletet venni, ami jó. Tehát iPad nincs, tehát nem tudok más tabletet mondani, ami tablet, és működik. AirPods-om is van, az is nagyon jó, tehát hogy abszolút elégedett vagyok most az Apple termékekkel, de azt tudom mondani, hogy könnyen lehet, hogy jövőre nem. Tehát, hogy ha most kidobnak egy szart, ami sajnos könnyen lehet, bár nem szoktak, de bármikor másfele, mondjuk úgy, hogy és akkor nagyon piszi leszek, hogyha az Apple másfele indul el, mint ami nekem tetszene, akkor nyilván váltani fogok. És igyekszem nem is beskatujázni magam az Apple világába, hogy bármikor ki tudjak belőle lépni. Benny Boy, én még nem láttam működőképes Xiaomit. Tehát, hogy így mind bármelyik ismerősömnek, aminek Xiaomi-ja volt, én mindig volt valami baja. Vagy a Wi-Fi-re nem tudott csatlakozni, vagy hamar lemerült, vagy valami volt, de lehet, hogy csak nekem voltak pehes barátaim, meg félre voltak fordítva, meg a szoftvere volt egy kalap szar, tehát én nem tudom, hogy azt a telefont hogy lehet telefonnak nevezni. Én még Xiaomi terméket nem találtam jót. Mindig valami gigszer van vele. Van nekem a Xiaomi Amazfit Bipem, meg van a Xiaomi volt Mi Band 2-m is. Az óra, a Mi Band 2-m, az gyakorlatilag fél év után elhalványodott a kijelzője. A Xiaomi Mi Band 2, ez a Amazfit Bip, vagy igen, Amazfit Bipen van még. Ott meg gyakorlatilag a szoftvere egyszerűen egy hulladék. Tehát, hogy az óra ma amúgy nagyjából jó, tudja, mit kell. Mondom, hangsúlyozom, én nekem nem volt csak ez a két termékkel, nekem azok tönkrementek, de alapvetően nekem valahogy az ilyen olcsó húsnak higa leve kategória egyelőre még a Xiaomi, aztán majd egyszer a kezembe kell vennem, hangsúlyozom, nem ismerem, tehát sosem volt telefonom, úgy alkotok véleményt, úgyhogy majd egyszer majd kipróbálom. Úgyhogy ennyit erről. Na de jó éjszakát. Lehet, hogy Discordon mondom, majd tolok ilyen tippek, trükkökbe, vagy csinálok egy ilyen témát, ilyen security-s témákat, hogy mindenképpen erre felhívjam a figyelmeteket. Aztán Benny Boy, mindenki olyat vegyen, amilyet szeretne, félre ne érts. Mindenki olyat vegyen, amilyet szeretne, vegyetek Honort, soha nem ítéltem el csak azt az embert, aki mondjuk Xiaomit vett, vagy csak arra volt pénze, vagy úgy gondolja, hogy neki nem ér annyit, hogy vegyen egy Apple-t, mert tényleg az Apple az egy beruházás. Szóval mindenki olyat vegyen, ami tetszik neki, használja egészséggel, ha tudok, segítek bárkinek, és megpróbálok még a Xiaomi-ban is segíteni. Olyat tőlem nem fogtok hallani, hogy ne vegyél Xiaomit, mert vegyetek azt, amit akartok. Ja, ezért mondom, hogy én most Apple-ön van, és mondom, most ha az Apple így folytatja az útját, akkor valószínűleg Apple-öm is marad. A feleségem is nagyon szereti az Apple telefont. Ő is megszerette, én is megszerettem. De mondom, lehet, hogy egy idő után másfele fordulnak útjaink, de most jelenleg Apple.
és nem azért, mert Apple, hanem most jelenleg nincs a piacon számomra más alternatíva. A Samsung ugyanannyiba kerül, mint az Apple, akkor miért ne vegyek Apple-t? Ennyi. Kész. Xiaomi-ban egyelőre meg nem bízom még. De tényleg, jó éjszakát, srácok! Köszönöm, hogy itt voltatok, Frici, köszönöm szépen a támogatást, illetve mindenkinek, aki nézett. Itt vannak az elérhetőségeim itt mellettem, a másik irányba. Itt tudtok mindenféle dologra feliratkozni. Egyelőre most a Facebookot, meg az Instát egy kicsit mellőzöm, mert nagyon sok időt vesz igénybe, és igazából először Twitch közönséget kellene, de attól még jó, ha följöttök. Pá, sziasztok, hello, jó ét. Nézzünk valakit, hát ha rédelhetünk. Van-e valaki? Ez Zuzu-chan, és... Kis Little Nightmare-eznek, ahogy látom, kóban valakivel. Menjetek, és írjátok be, hogy Dodo Raid. Sziasztok, hello, jó étvégét.